A műsor támogatója a Telenor. Iskola. Sokak által imádott, még mások által gyűlölt intézmény. Az órák egymást követik, az információ anyag pedig nírusként áramlik a kicsi fejekbe. Néha azonban az élet fura játékot űz, és olyan oktatási helyek is felbukkannak, ahol minden gyerek szeret tanulni, ugyanis itt az óra is egy nagy játék. Nem, kedves nézők, nem őrültem meg. Mostani adásunkban is egy ilyen helyre látogatunk. Egy iskolába, amelyik amellett, hogy oktat, élménnyé teszi a tanulást. Most egy Budapest 16. kerületi általános iskolában vagyunk, a Lemhényi Dezső általános iskola. Kollégáink közül többen sakkoznak, és úgy gondoltuk, hogy a sakkot ne a hagyományos módon közelítsük meg, hanem a sakkot, mint egy fejlesztő eszközt, egy tehetség eszközt használjuk és próbáljuk beépíteni a tanítási óráinkban, és az Őriné Gombás Csilla kolléganőnk ezt nagyon nagyszerűen csinálja. Több bemutató órát szerveztünk, és így a bemutató órák folyamán kerültünk munkakapcsolatba Polgári Judittal és az ő kollégáival, és így indult el az elmúlt tanévben a Polgári Juditékkal egy közös munka, aminek lett az eredménye egy tankönyvcsomag, egy eszközcsomag, és hát a nagy örömünkre bekerült a kerettantervi, választható kerettantervi tárgyak közé, és itt szeptembertől választhatják az iskolák úgy is, mint önálló tantárgyat, illetve beintegrálhatják a többi tantárgyba. Gondolom, most sokan csodálkoznak azon, hogy vajon miként nyer értelmet a sakk az osztályteremben. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert én ugye ezt évek óta a sakkot azt mindig tanulákon használom, és én nem tudtam, hogy Polgár Judit is, ő a sakk oldaláról ugyanarra a véleménye, ugyanaz lett a véleménye, mint én a tanítói oldalról, de tulajdonképpen ez a kettő találkozott. És amikor mi találkoztunk, és ez kiderült, akkor attól kezdve kezdtük ezt a kettőt tulajdonképpen összegyúrni. És ahogy magában a sakkban, itt is lépésről lépésre alakult a parti. Én évek óta így tanítok. Hát én mindig valamit a sakkal kapcsolatba hoztam, de ők a harmadik év, ők harmadikosok, ők elsőtől kezdve, ott kezdődött, hogy közösen elkészítettük a saktáblájukat, ők a kedvenc színeikre kiszínezhették, bábokat készítettünk hozzá, először még bábjaik se voltak, és akkor kitaláltuk, hogy hozhatnak ilyen kis figurákat. Akkor elnevezték a figurákat sakbáboknak. Akkor meg kellett jegyezni, ők nem is tudták, hogy ők milyen komoly munkát végeznek, a kedvenc kinder figuráikat elnevezték, meg volt, hogy melyik a királynő, melyik lehet a bástya, és akkor szépen felrakták a saktáblára. Aztán ez ugye a memóriát nagyon fejlesztette, mert egy partiban tudnia kellett, hogy az a bábi, sőt az ellenfeléjét is ismerni kellett ahhoz, hogy ők játszani tudjanak. Utána elkészítették kis korongokra, piros-kék korongra, megrajzoltuk, ráragasztották, és korongokkal kezdték a játékot. És úgy kezdődött a készletek behozása is, hogy névnapra, születésnapra ők nem más játékot, hanem kitalálták, hogy ők sakbábokat vagy kis sakokat kérnek, és most már ezekkel népesítjük be az osztályt, elővehetik, ott van a padjukban, elfér, és valahol így kezdődött. A sakk pedig szépen lassan mindent beszőtt, hiszik vagy sem, a történelem oktatást és a magyar nyelvet is. Először a saktáblával kötöttem össze, mert nagyon fontos első osztályban az olvasás íráshoz bizonyos képességek. És a saktáblának a bejárása, amihez
egy filctollat és egy kis törlőt vettem segítségül, és kijelöltünk bizonyos irányokat, hogy az olvasás írás irányait azért tartani tudjuk, el tudjanak igazodni. Ez olyan, mint egy lapa az olvasókönyvben, vagy egy füzet. Egyszerű, erre tud dolgozni, a rendszere hasonló, és én látom, hogy ők mit csinálnak. Ők tudják követni azt, amit én mondok nekik, és azonnal, ha nem jó, mindjárt el is tudjuk tüntetni, hogy ne maradjon meg hibás kép a gyerekekben. És élvezik, hogy kaptak egy olyan eszközt, tehát ő közben élvezi azt, amit csinál, mert ezt lehetne lapra, de azon ott marad. Szembesülnie kell vele, hogy már megint nem sikerült, elmegy a kedve. Itt előveheti megint, ugyanaz a sapnál is. Újból fel lehet rakni a bábokat. Ahogy múlt az idő, egyre többször a sakkhoz fordultam, és kezdtem én is kitalálni nekik azokat a játékokat, amiket úgy láttam, hogy az órán eredményesen tudok velük játszatni, és a tananyagot is meg tudom rajta tanítani, meg gyakoroltatni. Így jöttek be a szókártyák. A báboknak, minden egyes bábnak a nevét fel tudtuk mindenhez használni. A magánhangzóit, a mássalhangzóit ki tudtuk ejteni, le tudtuk írni, szótagolni tudtunk, mondatot tudtunk alkotni vele. Akkor kitaláltam hozzá a sakklabdákat, amin a bábot rajzát látja. Én dobom, egymástak dobálják, első hangjával szavakat gyűjtöttünk, mondatot alkottunk, második hangjával, utolsó hangjával. Tehát minden egyes bábhoz nagyon sok gyakorlatot, ami megegyezett a tananyagunkkal. Első osztályban, második osztályban és most a harmadikban. A sok kis fekete és fehér bábú pedig egészen új alapokra helyezte a tanítási óra fogalmát. Először szünetekbe játszottak. Aztán úgy gondoltam, hogy ha egy gyerek befejezi a munkát, mindegy, hogy milyen munkát, magyar vagy matematika órán, miért üljön ott, miért ne ülhetne a sakk táblájához, biztos, hogy van valaki, először a dolgozatok végén engedtem meg, hogy odaüljenek, és a végén az lett, hogy amikor már ő végzett, elmegy, 2 perc múlva, 3 perc múlva visszajön, folytatja az órai feladatát, és még arra is emlékeznie kell, tehát ez egy pluszfejlesztő, hogy előtte mi volt a helyzet, hogy gondolkodott, hogy találta ki, és egyszer csak azt tettem észre, hogy a társaság lenyugodott, már nem bántják egymást, sokkal kellemesebb a légkör az osztályban, tudnak együtt játszani, és nem csak együtt játszani, hanem már tanulni is tudnak együtt. Mert ez arra is neveli őket, hogy együtt oldjanak meg, mert ha 2 gyerek egymással szemben, még 2 mögéjük áll, a végén már 5-6 vannak, és az is lemerülni, aki nem tud játszani olyan jól, mert biztos, hogy van, aki besegít, és szabad segíteni. De meg kell egymást kérdezni, segíthetek? Szeretnéd, hogy segítsek? És akkor itt már egy kicsit kialakul egy olyan csoportmunka, ami a későbbiekben az életben is, mert nem egyedül vagyunk, hanem társaink vannak, osztályban vagyunk, családban vagyunk, szomszédaink vannak, és ezzel ők arra is nevelődnek. Megtanulták azt is, hogy a másikat igen, meg lehet dicsérni, egy lépésért meg lehet dicsérni, egy partiért meg lehet dicsérni. Azért is, ha a végén már csak egy király marad, és végigjátszotta, a kitartásáért meg lehet dicsérni. És nem azt nézték, hogy ő kikapott, hanem azt, hogy jönnek a csillanéni, képzeld el, nekem milyen sok bábom volt, és ő végig az egy királyával végigjátszotta. És ezek nagyon, nagyon értékes dolgok. Ha egy gyerek így nő fel... És még valami nagyon fontos, a tanítasak. És újból fel tudnak állni, mert ezeket újból fel lehet rakni. Ők azt megtanulják közben, hogy most nem sikerült, most kikaptam. De nem baj. Újból felrakom a bábokat, ugyanígy a tanulásnál is. Ha egy dolgozat nem sikerül, vagy bármi történik az életben, az nem sikerül, nem baj. Újból lehet kezdeni, és többféle megoldással.
Mert ő már tud tervezni. Tudja, hogyha ez valahol nem sikerült. Mi lehet az oka? Még lehet, hogy azt is vissza tudja már, mert emlékszik rá. És újból föl tud állni. És nem kesereg. De lássuk, kik is azok, akik adott esetben lólépésben tanulnak. Hát én 4 éves sakkozom. És hát nekem azt tetszik a legjobban, hogy játszunk, miközben tanulunk. Kíváncsi voltam, hogy látják a gyerekek, mit tanít nekik a sakk. Hát a bábokat, a lépkedéseket, a mezőket, meg hogy tanítja a matekot. Hogy tanítja a matekot a sakk? A matek összekapcsolódik a sakkal, meg a malom is, de leginkább a sakk. Gondolom sejtik, a tantárgyak népszerűségét is erősen befolyásolja. Melyik a kedvenc tantárgyad és miért? A matek, a sakk miatt. Noha egy harmadikos osztályban járunk, ők már most látják, mennyiben segít nekik ez a különleges eszköz. Hát rengetegben. Mert hát én például most na, és sokkal jobb tanuló lettem így. Ezzel a sakkal bármit létre tudunk hozni. Persze azért a tanulás mellett a könnyebb része miatt sem nagyon tiltakoznak. Hát az eléggé jó, hogy nálunk, hogyha valaki befejezte, el lehet ide befejezte például a dolgozatot, el lehet ide hátulra vonulni, és lehet sakkozni. Van egy nagyon erős barátom, ellene is szoktam nyerni, de ő is azért nekem, ő méltó ellenfél. Amikor Polgári Judit, mint az egyik ötletgazda neve felmerült, rögtön megfogalmazódott bennem egy kérdés, és persze az első adandó alkalommal fel is tettem. Van-e nagy példaképed a sakkban, és ki az? Hát van. Például a Polgári Judit. És van-e esetleg olyan álmod, hogy egyszer játsz velem, és hogyha mondjuk ez megadatik, akkor szeretnének nyerni? Igen. Szeretnék. És hogy érzed, hogy le tudod egy győzni? Nem tudom, lehet. Az oktatás világának izgalmas helyszíneivel és szereplőivel következő adásunkban is várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, higgyék el, érdemes lesz. Műsor támogatója a Telenor.